Sok szeretettel köszöntök mindenkit a hagyományos nőnapi műsorunkon. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önkormányzatunk nőnapi rendezvényén Érvatag lakosságának itt megjelent hölgyeit és asszonyait. Tudjuk azt, hogy a nőket, az asszonyokat már az ókorban tisztelték, megünnepelték, és általában a nőiséget összekötötték a termékenységgel, a természet megújulásával, a vegetációval, vagyis a tavasz kezdetével. Ősi magyar hagyomány, nevezetesen gyümölcsoltó boldogasszony napja, amely éppen mára március 25-ére esik. Ennek nagyon széles és sokrétű hagyománya van a magyar múltban. Tudjuk, hogy Jézus fogantatásának az ünnepe, Mária örömhírvétele, amikor Gábriel arkangyal révén megtudta azt, hogy ő fogja a világ megváltóját a világra hozni. Tehát ez az a hagyományos magyar nap, amelyhez egyáltalán köthető a nőnap, hogyha az ember nemzeti, konzervatív és hagyományos gondolkodású. Ha tudnál, mit jelent epetve szomjazni még a vágy hevét, lobogni s hűs eszünk követve, csipítni vérünk lángjait, vágyódni, hogy térdét öleljen, lábánál sírva vallani, kérést, gyónást, panaszt, a lelkem minden szavát kimondani. A mai rendezvényünknek a nők, önök a központi szereplői, és engedjék meg, hogy köszöntőt mondjak azoknak, akik az élet folytonosságát biztosítják számunkra, akiknek oly sok hálával tartozunk. Kedves hölgyek, lányok, asszonyok, nagymamák, köszönet a férfiak nevében mindenért, erőt, egészséget, kitartást kívánok a többi életükhöz, munkálkodásukhoz, a közös jövő hozzon szebb és jobb napokat, részesítse önöket sok-sok boldogságban. Köszönöm, hogy meghallgattad. Minden évben eljön ez a nap, melyre a férfiak nagyon várnak, hogy elmondhassák a nőknek, mennyire szeretik őket. Köszönöm szépen! Géri János, mert megkezdett tavaszkalmarán, róluk emlékezünk a nőkre, kiket életünk köszönhetjük. Ti minden megteszértük a nőt, de a kellából is lejön a nőt. Hálám szájon, lányom, anyára, kicsaládot,
összetartja. Szépséges nők, jó asszonyok, kívánunk boldog víg nőnapot! Egyes hiány vagy. Isten értesse.